csak egy... Ha így imádkozunk ért, akkor biztos, hogy jó lesz. Legyen jó a termés. Megnézzük. Egy bíró uram. Egészségére, ott szint. Nem, meglepően hasonló a frizurájuk. Ezt nem tudom, hogy észrevették-e? Igen, van hasonlatosság, persze. Ugye? Csak az eredetű, nem lehet, hogy ön is valami lopószájféle leszármazott? Nem, én németekről származok. Pedig nagy a hasonlatosság, hát leszámítva az orrot. Vagyis a száját, bocsánat. Német neveztetem én is. Kis tehetség kell hozzá csak. Így van, igen. Meg akarat? No, természetesen. Az nem hiányozhat. Egészségünkre. Csak így jön ezzel a hosszú orrúval le. Na. Nem vett csak le ezt az állat. Mi veszed? Majd én megiszom. Egészségedre. A népi tarc igazán annak idején. Na, erre már nincs gond. Köszönöm szépen, nagyon fél volt. Te olyan... Te vagy a fogadott öreganyám. Na. 2 hetes vagyok csak. No, én már 260. Na hát éves. Akkor te vagy az öreg. Add még egy csókot, de túl hosszú, lemegy a torkomra. Hát na. Megint egészségére, bátyám. Olyan, mint a ismerő. Igen? Honnan? Csak azt nem tudom elképzelni kérdésében, hogy honnan ismerlek én téged. Hát mikor volt utoljára a szőlőbe? Hú, mikor? Aha. 60 éve. Én akkora csumidát adok mindjárt neked a lupó nyakadra. Na tessék! Szájas volt. Bekaptam rendesen, látod? Pohárról? Tessék, öblítsél. A idétágy, a jószágtágyát. 18 éves voltam. Na. És hát puttomba vittük a szőlőtövihe egy, hogy mondjam, egy kis malteros kanállal tettünk minden más. Az ajtón kitalálunk, hogy lesz termés, lesz mit inni! Gyönyörű!